Én is köszöntöm nézőinket. Ahogy kollégám mondta, valóban fontos témával folytatjuk műsorunkat. Hogyan alakulnak az energiaárak? Milyen lehetőségekkel számolhat az Európai Unió? Hogyan hat a szomszédos háború a hazai pénzügyekre? Bízhatunk-e a bankokban? Ehhez hasonló kérdésekkel keressük a választ vendégeimmel, dr. Szép Teklával, a gazdaságtudományunk doktorával, egyetemi docenssel, és Kövér Zsolttal, az Egon Prémium régióigazgatójával. Üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm! Először Teklához fordulok, akinek a kutatási területe az energiagazdaságtan. Ezen a területen mik a legfőbb változások mostanában? Többféle egymásra párhuzamos változás zajlik. Nyilván az egyik legfontosabb a klímaváltozással összefüggésben, az emisszió csökkentés, ebből adódóan az energia, a zöld energia átmenetnek a megvalósítása. Tehát az Európai Unió már jó néhány évvel ezelőtt célul tűzte ki azt, hogy át kell térni a fosszilis energiaforrásokról a megújuló energiaforrásokra. Nyilván ez se technológiai, se egyéb szempontból nem egy könnyű folyamat, nem beszélve arról, hogy mekkora jelenleg is az Európai Uniónak az energetikai import függősége, és még mindig milyen mértékben használ fosszilis energiaforrásokat. A másik nagyon komoly folyamat, az pedig az áraknak a változása, hiszen tavaly nagyjából nyár elejétől egy nagyon-nagyon komoly áremelkedés zajlik a piacon, tehát ez teljesen független a háborútól, már jóval azelőtt elkezdődött. Ez érinti a kőolaj árát, a földgáznak az árát, az Európai Unióban megtermelt villamos energiának az árát. Nyilván ennek az okai összetettek és számos tényezőre vezethetők vissza. De elsősorban ez a két folyamat zajlik, tehát az energiaátmenet, ennek a megvalósítása, a klímaváltozással összefüggésben és az árhatás tulajdonképpen. A február végén kitörő háború, majd az Oroszország elleni szankciók hogyan hatnak ezekre a változásokra? Milyen irányba mozdítják a kérdést? Egészen biztos, hogy radikális változások fognak bekövetkezni, tehát a háborúk, már a háborút megelőzően is körülbelül 6-szorosát kellett fizetni a holland tőzsdéken a 1 megawatt óra földgázért, már a kőolaj a háborút megelőzően is egy jócskán másfélszeres áremelkedésen ment keresztül. A háború ezt tovább fokozta, tehát most már ott tartunk, hogy 10-szeresét kell fizetni a földgáz árának az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, kőolajár esetében a dupláját. Azt látni kell, hogy Oroszország jelentősége az európai energiaimportban hihetetlenül jelentős. Tehát a földgáz esetében 41% a felhasználás származik Oroszországból, a szén esetében ez még magasabb, 47%, olaj esetében 27%. Úgyhogy az biztos, hogy az Európai Unió nem tudja magát függetleníteni ezektől az eseményektől, így minden áremelkedés visszahat ezekre a tényezőkre. Felgyorsulhat esetleg a zöld átállás ennek következtében? Igen, biztosan. Az Európai Unió néhány nappal ezelőtt a bizottság elfogadta tulajdonképpen ez a RePower Europe, ennek az egy stratégia, egy új stratégia, aminek az a lényege, hogy fel kell gyorsítani az energiaátmenetet, és 2027-ig 100 milliárd köbméterrel csökkenteni kell a földgáz felhasználást, és ez a 100 milliárd köbméter ezt az orosz felhasználást érinti, tehát minél hamarabb le kell válni tulajdonképpen az orosz energia behozataltól. És tehát ez az energia átmenet nyilván magába foglalja, hogy akkor mi másfelé tudunk, mire másra tudunk áttérni. Tehát ez a megújuló energiaforrásokat, egyre gyakrabban kerül elő a zöld hidrogén, tehát ez a megújuló energiaforrásokból előállított hidrogén, biometanol is ide tartozik, illetve úgy általában véve minden megújuló energiaforrás. Mikorra lehetnek ennek hatásai a piacra? Folyamatosan, tehát ezeket a hatásokat nem lehet mondani, mikor kezdődik, illetve mikor fejeződik be, tehát nyilván maguk a piacok jelenleg is nagyon volatilisek, illetve maguk a beruházások is. Az biztos, hogy a bejelentések hatására ezek a beruházások folyamatosan, tehát fokozódnak, egy intenzifikációt látunk a megújuló energiaszektorba érkező beruházások terén. Annak ellenére, hogy Magyarország nem támogatja az energiahordozókra kivetett szankciókat,
Annak ellenére mi is megérezhetjük ugyanúgy ezt a válságot, mint az Európai Unió többi országa? Egyenlőre az Európai Unió nem vetett ki szankciókat az orosz energiabehozatalra, ezt eddig egyedül az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kanada lépte meg, de nyilván az ő behozataluk, tehát az ő függőségük az orosz gáz, illetve kőolaj kapcsán elenyésző az európai függőséghez képest. Egyébként hosszú távon az biztos, hogy minden tagország, így hazánk is csak profitálhat az energiaátmenettől. Tehát az energiaátmenetnek az a lényege, hogy hatékonyabban használjuk fel az energiaforrásokat, minél radikálisabban növeljük a megújuló energiaforrások részarányát, és azt tudni kell, hogy a megújuló energiaforrások költsége vitathatatlanul alacsonyabb a fosszilis energiaforrások költségeihez képest, tehát ebből a fogyasztók is végeredményben profitálni fognak. Mik azok a nehézségek, amik ezt az átmenetet nehezítik? A elsősorban nyersanyaghiány, tehát itt most egyenlőre az energiaforrásokról beszéltünk, de látni kell, hogy nagyon-nagyon sok egyéb nyersanyag hiánnyal kell most megküzdeni a világgazdaságnak, tehát nikkeltől elkezdve platina, palládium, réz, acél, alumínium. Na már most a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek, tehát a szélerőművektől elkezdve a napkollektorokon, a napelemeken át, ezek az elemek mindenben ott vannak. Tehát hiába akarjuk tovább terjeszteni, tovább növelni a megújulók részarányát, ha azok az eszközök, amikkel villamos energiát tudunk termelni a megújuló energiaforrásokból, biztos, hogy az árak emelkedni fognak, illetve sok esetben már most ott látjuk, hogy bármilyen pénzt kifizethetünk, akkor sincs. Tehát nem elegendő a kínálat jelenleg se alumíniumból, se acélból, illetve nagyon sok egyéb nyersanyag területén is komoly ellátási problémák vannak. Tehát ez egy nagyon komoly akadály, de valószínűleg egy-két éven belül ez a kereslet-kínálati egyensúlytalanságok ki fognak egyenesedni. Hazánk mennyire számít kiszolgáltatott országnak ebből a tekintetből? Mennyire vagyunk mondjuk az oroszok jó indulatára, vagy az Európai Uniós átállásra bízva? Hát tulajdonképpen a magyar energetikai import függőség az közelít a 100%-hoz, tehát megfordítva a kérdést tulajdonképpen teljesen, tehát egy kicsi, nyitott nyersanyag erőforrásokban szegény országról beszélünk. Ugyanakkor nyilván a megújuló energiaforrások egy jó alapot nyújtanának, tehát az akadémián nagyon sok ilyen jellegű kutatás zajlott, és szintisztán látszik, hogyha egy diverzifikált energiamixet alkalmaznánk, tehát egy kis biomasszát, egy kis napelemet kombinálnánk vízerőművel, egyébként az atomenergiát se vetném el, akkor ezeknek a kombinációja már elegendő lenne az energetikai függetlenségnek, ha nem is a megteremtéséhez, de egy nagyon jó közelítéséhez. Akkor egy kicsit evezzünk át a pénzügyek világára. Zsoltot kérdezném, mit tapasztalt, mennyire ijedtek meg az emberek a kialakult helyzettől? Azt gondolom, hogy egy általános egészséges félelem az teljesen normális. Több ügyfelem is megkeresett ez ügyben, hogy itt most kell-e félni, vagy nem kell félni. Azt gondolom, hogy ugye az orosz-ukrán konfliktus az leginkább a két országra tartozik. Ennek másodlagos hatását lehet megérezni pénzügyi szektorban, befektetési oldalról. Nehéz ezt megmondani, hogy ez mikor áll helyre. Viszont azt gondolom, hogy konkrét félelmi okok nincsenek, tehát elég sok garanciák vannak természetesen pénzügyi oldalon, pénzügyi termékekbe belefektetve. Kivétel ez alól most ugye sajnos a becsődött Sberbank Magyarországon, de természetesen őket is kártalanítják. Szóval normális a félelem, de szerencsére én azt gondolom, hogy elég hamar el fog hárulni. Hol lehet most egyébként nehezebb befektetésekkel foglalkozni, pénzügyi szakembernek lenni? Ukrajnában vagy Oroszországban? Oroszország most ugye zárva tart gyakorlatilag teljes mértékben, így most nekik a munkájuk az elenyésző első körben. Ukrajna az, ahol megint csak egy óriási kihívás van a pénzügyi téren. Nem tudom, hogy most hol lennék szívesebben. Szerencsére most Magyarországon.
És itt pörög még a pénzpiac? Igen, mindenféleképpen. Ugye az emberek elkezdték vásárolni természetesen az időtálló, a biztonságos termékeket, vagy számukra biztonságos termékeket, illetve az értékálló befektetések kerültek ismét szem előtt, arany, ezüst és ezek. Azt gondolom, hogy viszont egy jó időben elkapott befektetéssel kapcsolatban itt a következő 2-3 évben viszont csak keresni lehet majd. De erről úgyis. A felvezetőben említettem, hogy bízhatunk-e a bankokban. Uh-huh. Ezzel mi a helyzet a bankoknak? Ugye a Sberbank helyzetéről tudunk. Más bank van veszélyben jelen pillanatban Magyarországon? Kettőféle garancia létezik igazság szerint, hogyha a pénzügyi szektort nézem, létezik az OBA, az Országos Betét Védelmi Alap, illetve a BEVA, a Betét Védelmi Alap, vagy Befektetési Védelmi Alap. A bankokra az OBA vonatkozik, és gyakorlatilag Magyarországon minden bank a tagja. Tehát, hogy a Sberbanknak is ugye a betéteseit kártalanítja az OBA, tehát a pénzüket megkapják 100 000 euró mértékig, utána lévő pénzösszeg arra egy külön procedúra, egy külön folyamat fog majd elindulni, hogy ki fogja kártalanítani őket. Szóval azt gondolom, hogy nincsen. Kapok kérdéseket különböző bankok révén, hogy ott van a pénzem, kell-e félni. Az orosz kitettségű bankon kívül nehéz véleményt formálni, de nincsen, én azt gondolom, veszély. Tehát bármelyik bankban tarthatjuk a pénzünket, nem kell rohanni az ATM-ekhez, és akkor hazavinni a készpénzt. Azok számára, akik mégis úgy döntenek, hogy kiveszik a pénzüket, valószínűleg nem a párnaciha a legjobb megoldás fejük alatt őrizni a készpénzt. Mit ajánlana azok számára? Hogy a befektetéseket nézzük, akkor ugye három fő tulajdonság van egy befektetésnek. Van a hozambiztonság és hozzáférhetőségnek a háromszöge. Mindig általában ugye a kettő egyenlányban szokott működni. Ez azt jelenti, hogy ha valami jó hozamú, meg biztonságos is, az nem hozzáférhető. És ugye különböző kombinációk léteznek. Banki területen, ha valaki szeretné befektetni a pénzét, ugye a jegybanki alapkamat nőtt most az elmúlt másfél évben, tehát a 4 évig kitartó 0,9-os, már 3,4%-nál tartunk, ezáltal nőttek a betéti kamatok. De, amivel nagyon fontos számolni, van egy kis apró szócska, ami felütötte a fejét az elmúlt egy évben, úgy hívjuk, hogy infláció. Ez pedig nagyon-nagyon nagy mértékben megugrott. Februári értékek alapján 8,3%-os az infláció, egy bankbetét, illetve egy szuperállampapír, vagy egy MÁ+, az mindenféleképpen infláció alatt tud hozni jelen esetben. Hogy ott tartani a pénzt biztonságos, de nem hozzáférhető, és nem lesz jó hozamú. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasonlít ez a csak befektetéseket, ha csak ezt nézem, ezt a területet, nagyon hasonlít a piac jelen pillanatban a koronavírus idején tapasztalható grafikonhoz. Egy hónap pánik, eladás, részvények, részvénypiac bezúdult, utána pedig egy óriási rekordmenet indult el. Most mi történik jelenleg? Pánik, beesett minden, bezúdult minden, de nem fog így maradni, ami azt jelenti, hogy természetesen, mint minden egyes pánik esést követően, egy komolyabb visszapattanás jöhet. Tehát nem tippet és nem ötletet adva, én azt gondolom, hogy egy kicsit kockázatvállalóbbnak kellene most lenni azoknak, akik befektetni szeretnének. A következő 1-2-3 évben mihez megoldódik ez a konfliktus, és kicsit normalizálódik a helyzet, az nem 8,3%-os hozamot fog generálni, ha csak az inflációból kiindul, hanem bőven felette fog hozni. Szóval mondhatom azt, hogy én e felé mennék, hogyha mondhatok egy ilyet. Azok számára, akik a valutaváltással és az árfolyam ingadozással szeretnének egy kis jövedelmet keresni, azok számára mennyire nyitott most ez a piac? Ez a 400-as euró, ugye? Mindenki hallotta, mindenki látta. Nem lehet megmondani. Tehát annyira szenzitív jelen pillanatban a piac, annyira különböző hírek és cikkek irányítják a piacot felle, hogy ember legyen a talpán, aki bele tud vásárolni pont egy olcsó deviza nembe, árfolyamba, és drágán el tud adni. Én szerintem ezzel a nap 24 órájából 30-at kellene foglalkozni, de természetesen, hát nyilván a számokat nézve, hogy lehet keresni vele. Tehát 370-en venni, 400-on adni, persze az egy egész komoly hozamot rejt magába, de jelenleg ezt nem lehet, mert percenként változik.
Nagyjából mire lehet most számítani? Ugye a 400 volt eddig a plafon, igen, aztán egy hirtelen egy 370-es zuhanást, igen, lehet egy pár nap alatt tapasztalni. Igen. Mi lehet a következő lépcső? Merre felé fog elindulni? Most nagyon megakadt. Ez a 372-es szint az, ami gát, ami általában meg szokta fogni az eurót. Ennél feljebb nem ugrott azért az elmúlt években. És most pedig igen, az orosz-ukrán konfliktusnak köszönhetően. Muszáj az MNB-nek beavatkozni, ami ugye kamatemelések, jegybanki kamatemelés formájában tud csak megtörténni, emelte is a betéti kamatot. Annak hatására ugye most egy ilyen 3,70 körül beállt az euró. Az alapkamatot nem emelte tovább. Én azt gondolom, hogy a következő napokban, hetekben híreknek köszönhetően, vagy hogy egy picit normalizálódik és pozitív lesz a helyzet itt ukrán orosz fronton, akkor tud ez maradni, ez a 370 körüli szint. Következő hónapokban, években nehéz véleményt mondanom, de valóban a 350-es euró az, ami vállalható a következő években. Most újra Teklához fordulnék. A hazai pénzügyi piac alakulása mennyire hat a gazdaságban, az energiagazdaságban bekövetkező változásokra jelen pillanatban? Ez egy érdekes kérdés. Nyilvánvalóan, tehát az inflációnak egy nagyon fontos összetevője az energiaárak. Tehát gondoljunk bele, ugye most jelenleg a négy árstopnak a korát éljük, tehát igazából a fogyasztókat közvetlenül most nem érinti az áremelkedés. De ezt leszámítva az energia, mint a világ egyik legfontosabb nyersanyaga, ennek az ára mindenben ott van. Tehát a buszjegytől elkezdve a kenyérnek az árában mindenhol ott van. Tehát, és ugye nem beszélve arról, hogy most nem csak az energiaáraknak a növekedését látjuk, hanem látjuk azt, hogy Oroszország és Ukrajna kiesik az élelmiszerpiacról. Tehát ők felelősek, ez a két ország felelős a világ gabonatermelésének és exportjának 25%-áért. Önmagában Ukrajna 15%-ért felelős. Na már most, hogyha ezek az országok kiesnek, az ugye egyértelműen a globális gabonaáraknak az emelkedését okozta, mert ez már bekövetkezett, és még további áremelkedésre lehet számítani. Tehát az biztos, hogy az energia, illetve mindezeknek a nyersanyagoknak az ára, még akkor is, hogyha egyébként nálunk árstop van bevezetve, más termékek árán keresztül, és így közvetve az inflációban is tetten lesz érhető. A magyar gazdaságra milyen hatásokat gyakorol az árstop, a benzin árstop? Magára a gazdaságra? Igen. Nyilván a fogyasztóknak ez jó, tehát egyértelműen így tulajdonképpen az üzemanyagra fordított kiadásaik nem növekszenek, valószínűleg stagnálnak. Tehát a kereslet, nem tudom most pontosan az adatokat, de olyan hatalmas visszaesés, biztos vagyok benne, hogy nem következett be. Tehát nyilván a fogyasztók profitálnak ebből, de valahol valakinek a végén meg kell fizetnie ezt a veszteséget. Ez most jelen esetben elsősorban a MOL, aki fedezi ezeket a veszteségeket, de a MOL egyébként a nyersanyagárak drágulása miatt meg extra profitra tesz szert. Tehát valószínűleg ez a két hatás kiegyensúlyozza egymást. Tehát amit ott ők keresnek, annak egy részét most elviszi ez a veszteség, de valószínűleg még így is talán pozitívan jönnek ki a történetből, de erre nem látok rá, tehát ezeket a céges adatokat nem látom kristálytisztán. Mikor változhat a mostani helyzet a benzin árának a kérdésében? És mi lenne az a mozgatórugó, ami változtatni tudna ezen? Jelenleg, tehát azt kell látni, hogy a globális olajárak hihetetlenül ingadoznak. Tehát még múlt héten 127 dolláron tetőzött egy hordó Brent típusú kőolajnak az ára, ez most visszament 100 dollárra. Ugyanakkor a JP Morgan 187 dollár körüli árat jelez előre, év végére. Putyin, orosz elnök, ő azt mondta, hogy akár 300 dollárra is felmehet egy hordó kőolajnak az ára. Tehát egészen biztos, hogy a valós piaci árak jóval magasabbak, mint ez a 480 forint. Valószínűleg közelít az 1000 forinthoz, mint ahogy a Skandináviában, illetve nyugat-európai országokban látjuk, illetve most már azt is látni kell, hogy például az Egyesült Államokban is széles körül a felháborodás, hiszen már 4 dollárt kell fizetni egy gallon üzemanyagért.
Tehát ez a 480 forint, ez jelenleg nagyon baráti. Az a kérdés, hogy meddig lesz támogatva az üzemanyag. De erre nyilván nem tudunk választ adni, tehát ez majd a jövő kérdése, hogy hogyan fog alakulni. És műsorunk zárószava is ez lesz egyben. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a részvételt, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!